Sikere volt a egyre inkább fejlődő és prosperáló Botniklós udvarnak. Én tavaly már 20 kelet-ukrán idős hölgyet hozott el Miki. Nagyon-nagyon kicsi és szegény kelet-ukrán faluból, és óriási sikere volt az udvarnak. Nagyon sikere mégis a mindennap volt énektanulás, workshop, főzés, ukrán vacsora. A legnagyobb sikere mégis utolsó nap megtartott ukrán autentikus esküvő volt. Az autentikus ukrán mennyasszonyi ruhával, stb. És a Miki ezen fölbúzdul, most azt találta ki, most egyébként megint kelet Ukrajnában van, és autentikus zenét gyűjt, hogy ismét elhoz egy másik faluból szintén adatközlőket, és minden napnak lesz egy olyan tematikája, hogy egy ukrán tradíció vagy ünnep lesz a nagy adott napnak a középpontjában. De nem csak esküvő lesz, hanem mindenféle évszakhoz kötődő, családi életednek, katonai hagyományokhoz kötődő tematikus napokat tervez. Akkor régóta helyszínünk a szintén Nagyhalsányban az Arabika. Pedig az Ibérió Hacienda, ami volt neki, egy ilyen spanyol-portugál. Itt ez megújul ez a kert, ez egy nagyon szép árnyas helyszín. Ez nappal így a Pavon kiadó költözik idebe, és csupa-csupa gyerekprogram, tehát egy ilyen gyerekliget lesz napközben. Este pedig mindenféle táncházak várják majd a látogatókat, horvát, ukrán, moldvai, és még roma táncház is lesz, tehát ebbe fog kifúrni azon az helyszín az este. Szintén régi új helyszín, szerintem ezt kevésbé ismeritek, ez a Peremendi Kovács műhely. Ez egy ilyen gyönyörű szép skanzen egyébként, de szóval egyetlen helyszín a Katlan területén, ahol napi 24-ben árnyék van. Tavaly ott csinálta a K2 az előadását. Ez a helyszín is megújul, sokkal inkább hangsúlyt kap. Itt is lesznek idén gyerekprogramok, az Aninda beszélgetéseket, Aninda idén is jön. Oda helyezzük át, mert ugye van árnyék. És kora estétől kezdve, akkor este lesz egy jó koncertes sáv, például a Kis Tibének ez van az Aranyakor, ez a két személyes zenei projektje. Annak a helyszín, nekem egy nagyon várt koncertem a 30-20-as Begzolynak a lánya, Beck Boróka, élete első koncertjét fogja adni a 30-20-as billentyűsel és dobossal. Az esti sávban pedig mono előadások lesznek, a Miskin Herceg a Katonából, a Hámori Gabinak a gyarmati falu naplója, a szintén adokat van Radnóti produkció Petri estje, és nem fog eszembe jutni a negyedik. De azt hiszem, ez nem is baj. Kína színész éves társzó előadásában. Hát amíg így az most alakult ki az ügyben a füzetben, hogy a tudom, hogy megint Vivian pont, de a Vivian teraszon lehet majd a Alföldi Robinak a magángyűjteményéből egy kiállítás, némely grafikai anyagokból. És ugyanígy most idén a Vivian teraszra fog fölköltözni a szintén már visszatérő programelemünk a szerintem sokak által kedvelt falu turisták, a pécsi színészek előadásában. Az, akik más később mi fognak ott a Vivianon bemutatni, azért vannak ötleteink, ismerve őket. Illetőleg nekem, most tudom, ez nem azért, mert rosszul mondtad, mert olyan, mintha ezt így most azért mondanám, mert ő sem el. De hogy ami nekem nagyon szívügyem az idejé Katlanban is, hogy egyszer csak így szembe jött a Facebookon egy dal, lekapcsolom a villant a fejemben, és átvittem a Bércesnek, akkor ő is nagyon jól reagált rá, és akkor most még finoman elmondom is, utána. Jó? És kicsit után néztem, hogy mi ez, és megkerestem a csapatot, hogy így eljönnének el. És ezzel párhuzamosan, vagy szinte párhuzamosan írt nekem a Révai Sára, aki már visszatérő fotós kiállító nálunk, hogy lenne idén egy ötlete, méghozzá a Várkonyi csibészek elmennek Brüsszelbe, és ezt ő fogja dokumentálni, és ő kiállíthatná ezt a anyagot nálunk. És akkor még ilyen összefüggések is voltak, hogy a Budapest Bár, aki idén is lesz ráadás az Udvaros Dorottyával és a Jordán Attila, de ki zárójel, hogy ők is mentorai a Várkonyi csibészeknek, és hogy esetleg ők is nagyon szívesen fölhívnák pluszban még a Dorottya és a Adél mellé a színpadra a csibészeket.
és a Kollár Klement, aki szintén, és a Kis Tibi is, aki szintén állandó részevő fesztiválnak, ők is mentorai a csibészeknek, és akkor vagy ilyen nagyon ilyen, nekem sorszerűen összeállt, hogy a csibészeknek itt kell lenni. És amíg átadnám a szót, addig nézzük meg ezt a... Nekünk van ez nekünk? Nézzük meg.